Az év agráremberedély alapítói idén dr. Demes Györgynek ítélték oda az életműdíjat. A Budapesti Műszaki Egyetemre való kérelmét többször elutasították, végül pótfelvételivel a gépészmérnöki karra vették fel. Mérnöki munkáját a Földmunkát gépesítő vállalatnál kezdte, ezt követően budapesti székhelyű mezőgazdasági gépkísérleti intézethez került kutatói beosztásba. Az intézetnél eltöltött 28 év után 1996-ban tudományos főosztályvezetőként ment nyugdíjba. 1975-ben summa cum laude minősítéssel mezőgazdasági műszaki doktorrá avatták. Munkássága kapcsán 1990-ben meghívták az akkor alakuló Agrofórum című szakmai folyóirat szerkesztő bizottságába, melynek tagjai megbízták a KFT ügyvezetésével, valamint alapmenedzseri teendők ellátásával. Jelenleg is ügyvezető, az Agrofórum lapigazgatója. Nagyon vágytam én arra, hogy valahol egy kicsit mélyebben tudjak foglalkozni a tudománnyal. A gyakorlat után igényeltem azt, hogy egy kicsit a mélyére lássak a problémáknak, és valójában akkor végigjártam a Szamár létrát, hiszen egész nyugdíjaztatás, amíg ott voltam, számos kutatási területem volt, és számos beosztásban dolgoztam. Élhettem az életemet, és közben megszületett a családom, amelyek mögöttem álltak, amelyek mindig támogattak, amikor sokszor hetekre el kellett mennem, őrületes lelkesedéssel kezdtem ebbe a munkába. Egyszerűen tetszett egy újságot csinálni, egy olyan lapot csinálni, ami azokat a tudást, azokat a tapasztalatokat át tudja adni, amelyek addig fölhalmozódtak. Hát én csak egy kis szeglete voltam ennek, egy kis részecskéje ennek az egész konglomerátumnak, mert ugye többen voltak hasonló kollégák, akik mind beletették magukat, és egyre szebben alakult. Egész életemben tettem a dolgomat, én más nem csináltam, csak tettem a dolgomat, és ahhoz, hogy a dolgomat tudjam tenni, ahhoz kellett az a családi háttér, amelyek eltűrte azt, hogy én sokszor nem voltam ott, hogy az jelentéseimet sokszor otthon a lakásban írtam, mert nem volt rá idő, és mindez egy olyan háttért jelentett, amely eljuttatott idáig,